Csak azért is szerelem, a Turaida Színház legújabb előadása a Ferencvárosi Művelődési Központban. A Mester és Tanítvány a sorozat 5. állomásához érkezett a Pince Galériában. Tavasz ébresztő, a paletta festőszakkör alkotásai a Tési Művelődési Házban. Az első emelet dalaira épül a Turaida Színház Csak azért is szerelem című előadása, melyben a zenekar frontembere Kiki színpadra lép, a további szereplők többek között Keresztes Ildikó, Sasvári Sándor, Mikó István, Hüvösvölgyi Ildikó és Seveggyártó Áron mellett. A 80-as éveket megidéző zenés játék központi motívuma természetesen a szerelem, minden áron, csak azért is. Tulajdonképpen köszönünk minden, mert jól tudjuk, hogy minden értünk volt. De azért közben már mi is nagyra nőttünk, és másképp látunk pár apró dolgot. Mi már nem tapsolunk lelkesen állva, a sokszor zenget nagy szavakért, és nem félünk már szűk szobákba zárva, mint még nem is olyan nagyon rég. Mi megtanultunk mindenért fizetni, és tudjuk, mennyit ér az életünk. Mi emlékezünk százféle dologra, és tudjuk, mire nem emlékezünk. Tulajdonképpen köszönünk mindent, mert jól tudjuk, hogy mindenértünk volt. De azért közben már mi is nagyra nőttünk, és másképp látunk pár apró dolgot. Az már természetes számodra, hogy színpadon vagy, az azért talán kevésbé, hogy egy színdarabban teszed mindezt. Kezded már megszokni? Nem olyan egyszerű dolog ez. Mondjuk a színpadi jelenlétre tényleg hozzá vagyok szokva, idestó 32 esztendeje. Gyakorlatilag az, hogy ugye sok mindenkihez kell alkalmazkodni, meg különböző momentumokba kell belépnem a színpadra, meg kilépnem, meg odaadnom valamit. Tehát ez ilyen kis itinerem van, és föl van írva, hogy bejössz a színpadra, átadod, oldalt kimész. Tehát, hogy le van írva. Nem azért, mert nem tudnám megjegyezni, csak nekem még ez egy ismeretlen közeg, és ezt nekem még tényleg meg kell szoknom, és tulajdonképpen most vagyunk a harmadik előadásnál. Tehát ma nyilván a tizediknél már nem kell olvasgatnom, de még itt az elején föl kell készülnöm. De élvezed ezt az ismeretlen közeget? Mindenképpen élvezem, az egy kicsit szokatlan. Én a közönséggel foglalkoztam világéletemben, tehát nekem az volt a feladatom, hogy hol. És itt meg nem lehet. Itt csak azon kívül, hogy bemegyek a színpadra az első felvonás elején, meg a második felvonás elején, ott kötelező jelleggel gyakorlatilag foglalkoznom kell. De onnantól kezdve utána már nem. És ezeket a helyzeteket nekem még kezelnem kell, és ez nem olyan egyszerű. Egy nagyon jó szerepem van, egy rózsadombi komcsit játszom, és próbálom nevelgetni a lányomat és a fiamat, akik viszont az Amerikába disszidált, vagy utazott feleségemmel élnek kint Amerikában, de nyaranta hazajönnek, úgyhogy nagyon szeretem ezt a szerepet. Két időségben dolgozik a darab, tehát én vagyok a mában, a jelenben, ők vannak a múltban, a 80-as években, és ugye három generációs a darab, a nagyszülők, a szülő és a gyerek. Ez is egy izgalmas megközelítés. Még ma is hallom a Notre-Dame harangjai, érzem még, hogy a lelkemen át meg át masírozol. Még ma is a lelkemen át meg át masírozol, úgy, mint rég, Madame Pompadour a francia ágyakon. A szívem még csak te vagy az úr. Madame Pompadour, ha féltéked vagy, elszakad a hú. Csak élel, bélel, rab ruham lehúl. Ó, neked a szerelemek szép ruha, modern modell, és én lennék az a próbababa, akinek ezt viselni kell. Soha se gondolt, hogy nem jöhet egy új divat, ha itt hagylak. Neked úgyis hamarabb egy új áldozat. A szívem mélyén csak te vagy az. Hát meddig kintol, Madame Pompadour.
80-as évekhez képest mennyire más számodra a szerelem, vagy ha visszatekintesz, akkor milyen volt? A szerelem? Mm-hmm. 80-as években? Valahogy jobban kiadták az emberek az érzéseiket, vagy az érzelmeiket. Bár érdekes, mert én meg pont nem. Tehát én pont egy ilyen bezárkózós virúja voltam a 80-as években, pontosan annak okán nyilván, mert hogy az ember nagyon sok, hogy mondjam, hatás érte. És én érzelmileg egy zárkózott típus voltam a 80-as években, most sokkal nyitottabb vagyok. De a 80-as éveknek a szép része, az most ebben a darabban megjelenik. A szerelmi rész, a tiltott részek, a humora, a vörösboros kóla, meg egy csomó minden, az olyan szépen, Topolcsányi Laura ugye nagyon szépen megírta ezt. Nyilván nagyon sokat nézett utána a darabnak, azért ennek utána kell olvasgatni, hogy mik is történtek a 80-as években, de ő ezt nagyon, nagyon precízen meglépte. És hirtelen úgy éreztem, mintha azok a gondolatok az én fejemben születnének meg. Érted, amit mondok? Hogy mintha nem más énekelni, hanem az én fejemben születnének meg. A fényeknek riadót vezényelt a közeli alkony, árnyékok futnak át az egész városon. Jelszó egy házfalát, a szél újra csak rálegyint, így szállt le a délután, menetrend szerint. Jó lesz majd, ezt üzeni a mosoly egy új plakátról, de nem szépül hozzá a jelen idő magától. Hívnak éjjel a tengerek, találnak a reggelek, holnap úgy ébredek, ahogy a többiek. El valahová, valakivel, mindegy a cél, csak innen el. Nem ez a hely, ami ma kell, nem ez a hely, ahol kellek. El valahová, valakivel, aki csak némán átölel, s oda visz el, ahol a szív szabadon új vízhangra lel. Megmondom őszintén, hogy én nem voltam első emelet rajongó, viszont volt egy barátom, Olá Ali, aki sajnos már nincs közöttünk fizikai értelemben, és ő a koncerteken billentyűzött az első emelettel, és mindig hozta a híreket, hogy ilyen fantasztikus volt, meg olyan fantasztikus volt, meg ezt hallgassa meg azt hallgassa meg. Úgy koncerten én sajnos nem voltam. Én akkor kerültem be a Rock Színházhoz, és akkor állandóan turnéztunk, vagy itthon, vagy Európa valamelyik városában, vagy országában. Úgyhogy, de tudok róluk természetesen, meg hát el sem kerültük egymást, mint kollégák, tehát sokszor találkoztunk Geszti Péterrel, Kikivel, házi bulikon, meg ilyen alkalmakkor. A feleségem, ő 16 évvel fiatalabb nálam, úgyhogy ő kívülről fújja az összes slágerüket. Tehát 21 dal irányítja az egész történetet, és most derül ki az, hogy ezeknek a daloknak milyen mély mondani valója volt, vagy mondani valói voltak, a Geszti Péternek milyen zseniális ráérzései voltak, az, hogy ma is aktuális egy Vadkelet, egy elvalóvá valakivel, vagy egy angyali vallomás, hogy bármely, ezek a dalok ismét életre keltek a dalok, a 80-as években is, meg most is. Fantasztikusan jók a Geszti Péternek a szövegei, tehát nagyon-nagyon beletrafálnak ebbe az időszakba, és ma is élő a szövegek, tehát nagyon lehet élvezni. És hát a dalokról nem beszélve, azok is nagyon, nagyon ütősek, és a közönség szerintem a legfantasztikusabb, mert elejétől végig örjöngenek és éneklik a dalokat a Kikivel, meg azokkal, akik énekelnek, így aztán Keresztes Ildivel is, velem is, amikor duettet énekelünk. Megyek a szívem után, szememben nevet a nyár. Nem tudok leszokni róla, és nem is akarok már. Én az vagyok még, aki átjár szívdobogással a függőség. Túl a dobolva se állt már,
a szívem után. Szememben nevet a nyár, nem tudok leszokni róla, és nem is akarok már. Megyek a szívem után, bármit is mondanak rám, nem tudok leszokni róla. Ha 80-as évek, akkor hogyan él önben ez az időszak? Mik azok, amik a leginkább megmaradtak ebből a korszakból önben? Nekem egy csodálatos időszak volt, mivel hogy megint csak a legendás rockszínházhoz tudok visszatérni. 82-ben kerültem közéjük a katonaságtól való leszerelés után, és elképesztő szerepek jutottak nekem osztály részemül, úgyhogy avval voltam elfoglalva, hogy ezeket a szerepeket átéljem, megvalósítsam. Jártuk az országot, külföldöt, és egy fantasztikus társulat tagja lehettem, és ez tartott egészen 97-ig. Említette te is a nosztalgiát, bármelyik korosztályról legyen szó, visszatekint egy kicsit az ember, visszaemlékszik, te hogyan emlékszel az akkori önmagadra? Én világéletemben egy öntörvényű pali voltam. Sokkal zabolátlanabb volt az egész lényem, tehát most már azért sokkal visszafogottabb vagyok. Akkor úgy mindent megengedtem magamnak, sokkal gátlástalanabb voltak, holott közben visszahúzódó is voltam egy bizonyos szinten, viszont rettenetesen el tudtam magam engedni. Most már a konszolidálódtam. De ez nem baj egyébként, mert az embernek a korhatárában egy kicsit mindig változik, és pont a Péter, a Geszti Peti mondta, hogy ő mindig ilyen örök ifjú maradt. Valahol a lelkem mélyén én is az vagyok, tehát hogy nem vagyok hajlandó tudomást venni, hogy az idő telik, és és nem is nagyon szeretek nosztalgiázni, tehát nem nagyon szeretek beleülni a múlt hintaszékébe, és hogy jaj, de milyen jó volt, sikeres volt. Ma is meg kell tenni azokat a sikereket, vagy meg kell tenni mindent azért a sikerért, hogy az ember el tudja érni. És ez a színház is egy jó, ez a színházi produkció is egy jó alkalom arra, hogy az ember megmutassa újabb oldalát. És a másik az, hogy nyilván közben dolgozom a saját produkciómon, szeretnék végre egyszer és mindenkorra szólistaként is működni majd. Ezt is elő kell készíteni, tehát az idén azért lesz munkám. A Mester és Tanítvány sorozat 5. részében a mester Sinkó István és a tanítvány Horváth Csilla mutatkozik be a Mester utcai Pince galériában. Régi új álmok című közös tárlatuk április 30-áig, 2-től szombatig, 10-től 18 óráig látogatható. Kérdezem először a mestert, hogy mit tanított és mit tanult Csillától. Igen, ez egy érdekes kérdés. Hát én festészetet tanítottam neki a képzési iparművészeti szakközépiskolában. Bízom benne, hogy a szakmán túl egy-két olyan emberi dolgot is át tudtam neki adni, ami a kétségtelen a művész léthez is szükséges. Tanulni tőle, mint ahogy az ember a tanítványaitól tanulni tud, az bizonyos helyzeteknek a megélése és empátia. Tehát azt, hogy egy fiatal ember, aki a pályára kezdetén van, az még bizonytalan tud lenni, az kérdez, az erősen akarja azt a szakmát, amiben belevágott, és az ehhez szükséges
megértést és türelmet kell gyakorolni, és ezt meg lehet tanulni a tanítványoktól, így például Csillától is. És Csilla, te hogy érzed, hogy mit tanultál a mestertől, mi a legfontosabb, amit megtanultál tőle? Hát igazából a legfontosabb az, azt hiszem, hogy a kettőnk között megmaradt kapcsolat az, hogy igazából barátokként maradtunk meg, így 5 éve végeztem ott, és igazából az, hogy nagyon fontos az, hogy valakire számíthatunk, és az utunkat valamennyire segíti, és hát kitartást, szorgalmat. Miként ihletforrás az élet és az álom a mester, és miként a tanítvány számára? Hát engem nagyon kellemesen meglepett, hogy ezzel a címmel Csilla azonosulni tudott, vagy ha úgy tetszik, egymásra találtunk ezen a címen is. Nekem most már az elmúlt jó néhány évben egy sorozatom, kiállításokon bemutatott sorozatom fűződik az álom képeihez, álompárok, mély álomtér címen volt a kiállításaim, amelyek nyilván nem konkrét álmok, mint ahogy azt gondolom, hogy Csilla képein, rajzain sem a konkrét álmok jelennek meg. Azok azt gondolom, hogy az összemberiségben meglévő, mélyen a tudat alatt húzódó félelem és vágyképek, amelyeket hordozunk magunkban, és amelyek előhívhatók festői, vagy grafikai, vagy bármilyen eszközökkel. Ő sem, én sem festünk saját álmot, és nem festői álmok jelennek meg, és nem álomfestmények, hanem az álmokra visszautaló motivumok, motivum együttesek, amelyeket aztán megpróbálunk képé formálni. Ahogy így körbenéztem, vannak tipikus alakok, formák, amik visszatérnek az alkotásaidban. Mik ezek, és mi áll ennek a hátterében? Hát igazából itt megjelenik nálam egy sorozat, egy 26 darabból álló sorozat, aminek az elemei porcelán figurák, és igazából ezeket is úgy válogattam, hogy olyan szimbolikájuk legyen, ami közérthető, és általánosan mindenki számára beazonosítható, és ezek modellezik le valamennyire az emberi viszonyainkat valóságban. Milyen jelentősége van az önök számára annak, hogy ugye a teremnek a két oldalán a mester alkotásai láthatók, és hát közte pedig Csillái? Egy olyan kiállítás sorozat, maga ez a mestertanítvány sorozat, amelyben a mester egy felütést ad, amelyet a tanítvány munkái teljesítenek ki. Ez az egész helyzet tulajdonképpen nem rólam szól, még csak nem is biztos, hogy rólunk szól, hanem róla, és arról az útról, amelyet valamikor mondjuk velem, az én segítségemmel elkezdett, és amelyet most éppen bejár. A Friss utcai Szeretőkezek idősek klubjában működő amatőr festő szakkör alkotói ismét tavaszi tárlatukra várják a lakótelepen élőket. Az alkotások a Dési Huber Művelődési Házban láthatók, a Tavasz Ébresztő címet viselő kiállítás megnyitóján jártunk. Tízen vagyunk most már, hál' Istennek, és mind a 10 állít ki. Van köztük olyan, akit meg fogok említeni, hogy alig 1-2 hónapja ismerkedett meg a festőkkel és a festészettel. És nagyon szép kis, apró kis képekkel jött, ez nagyon megható. Ez a kis közösség tényleg alkot, teremt, és valami gyönyörűséget ad át, és felemel minket. Tehát ugyanazt az önkifejezést, önmegvalósítást valahogy átéljük mi is. Átélek egy más állapotot, amit Csíkszentmihályi Mihály flónak nevez áramlásnak, hogy úgy érzed, hogy felolvadsz benne, felemelkedsz, valahogy magadból kilépsz.
A paletta festőszakkör ugye nem művelt festők, tehát nem tanultak festészetet, viszont valamikor valamilyen potenciál bennük volt, bennük nyugodott, és úgy látszik, hogy az időskorukra teljesedett ki annyira, hogy nekiálltak, és bizony gyönyörű szép alkotásokat hoztak létre, amelyeket megosztanak velünk. Mikor kezdett el festeni? Én 2010-ben, mikor elmentem nyugdíjba, akkor hívtak engem ide ebbe a nyugdíjas házba, és akkor volt már ez a szakkör, és hát én tiltakoztam, hogy én nem tudok, de annyira rábeszéltek, hogy de meg kell próbálni, meg de próbálja meg, és akkor így alakult. De akkor előtte egyáltalán nem is festett, soha nem is rajzolt? Nem. És akkor mit szólt, amikor először ilyen alkotások jöttek létre, mint amiket itt a falakon látunk? De gondolta volna magáról, hogy ezt én tudom? Soha nem. Hát én egyébként sem tudok rajzolni meg, szóval nem is volt ilyen késztetésem se soha. De valahogy a társaság, meg ahogy ott, de így meg, de próbáld meg, és akkor valahogy olyan, mint egy terápia ez olyan az embernek ebbe a korba. Nagyon jó elfoglaltság, a családom bíztat engem. Én nem vagyok elégedett magammal, csak a saját örömömre elsősorban. De ez meg nagy megtiszteltetés, hogy kiállíthatok én is. Minek köszönhető, hogy olyan, aki egész életében szinte soha nem festett, soha nem rajzolt, egyszer csak már így nyugdíjasként elkezd alkotni, és sikerei vannak, és megy neki, és tehetsége van. Tehát mi a titkuk? Hát én azt hiszem, hogy ez valahol az emberben már itt bent van, valahol be van épülve. Csak időpont kérdése, hogy mikor fog kijönni belőle, és miután hallotta, hogy itt a nyugdíjas körben van ilyen lehetőség, hát ő is eljött életébe, akkor festett először, és meglepően aranyos képeket fest. És én azt hiszem, hogy ez az ember ma nagyon fontos lenne másoknak is. Én állandóan próbálok toborozni, mert ez egy nagyon jó, nem csak a festés miatt, hanem az, hogy társaság, és együtt megyünk programokra mindenhová. Mindenki nagyon aranyos, és odafigyelünk egymásra, és segítünk egymásnak, ki mibe tud, és olyan nagyon jó hangulat szokott lenni, olyan igazi, meg hitt is, meg barát is. És hogyha valakinek most jönne meg a kedve ahhoz, hogy csatlakozzon önökhöz, akkor ezt mikor és hol teheti meg? Mi szeretettel várjuk minden kedden délután délbe 1 órától a Friss utcai idősek klubjába, ott festünk, igen.